Sziasztok! Kolos vagyok a Mind Megette konyhájából. Mellettem Gubik Petra áll, az első női győztes a Starban, és ahogy szoktuk, egy quiz, gasztrokvízt fogunk játszani. Ötöt kérlek szépen, hogy húzz ebből. Ötöt? Igen. Egymás után? Ez teljesen nem is olvasunk? Húzol. Tehát, hogy kihúzol egyet, felolvashatod. Jó. Ez is lehet bármilyen verzió. Emlékszel, hogy mi volt az első étel, amit valaha főztél? Hogy sikerült? Tojás volt, gondolom én, mert az nagyon egyszerű volt megfőzni, hogy sikerült. Kemény volt, az biztos. Szerintem. Másnak főzted, vagy magadnak? Hát szerintem magamnak. De ez a gyerekkoromban tojás, elég. Kemény tojás? Kemény tojás, igen. Csak jó lehetett. Hát igen, de tudod, amikor én azon nőttem fel, hogy apukám olyan tojás szokott főzni, vagy olyan tojás főzött, amit tudod, amit lehet mártogatni. Csak félig bontod meg, és mártogatni. Lágy tojás. Lágy tojás. És meg is kevered. Szenzációs. Hát, ha nyerek valamit. Mi a legfurább étel, amit valaha kóstoltál? Szerintem a lókolbász volt. Ízlett? Igen. Igen. Később mondták meg, hogy ló vagy? Nem, tudtam. Kicsit bizarr, tudom, hogy bizarrul hangzik. Ez is kérek mindenkitől. Apukám hozta, azt hiszem, Kazasztánból, és megkóstoltam, mert engem érdekelnek ezek a különlegességek, megkóstolom. Nem azt mondom, hogy hú, de jól laktam vele, mert annyit nem, de így megkóstoltam, és azt hiszem, az nekem olyan bizarr ételnek számított, és, de nagyon finom volt. Igen, a mai világban ez már nyilván kicsit bizarabb. Igen. Melyik az az étel, amit szívesen elkészítesz? Nagyon szeretem a püré leveseket, jól mondom? Tehát a ilyen krémleveseket, igen. A sütőtök krémlevest is nagyon szeretem, meg az édesburgonya krémlevest, és akkor azt ilyen pikánsan szeretem elkészíteni. Én szoktam beletenni egy icipici kis körit, meg szerecsendiót, és akkor... Csípős? Azt nagyon szeretem, kicsit ilyen csípős. Azt nagyon szeretem. Negyedik. Ó, sós vagy édes? Ha sós, akkor. Ha édes, akkor. Hát, az az igazság, hogy én nagyon mindenevő vagyok amúgy, mert én megeszem az édeset a sóssal. Szóval, hogy meg, igen. Édességben is a sós karamellát is szeretem, de megeszem a nagyon szeretem például, hát ez nagyon durva, de például én a káposztás bableves mellé megeszem a fánkot. Teljesen jó. Tehát így egybe. Egy harapás, egy kanál. De akár a habart krumpli leves mellé a csőröge például nekem. Ez gyerekkoromban így tehát ültem fel, és akkor én megeszem. Igen. Vagy akár megeszem simán, tehát nekem az se problém. Tehát, hogy például én nagyon szeretem a befőtteket is, például a hús mellé, meg ilyesmi, szóval van akinek ez kizökkentő élmény, de én ezeket így szeretem. És az utolsó, jaj, de szép. Melyik az az étel, ami nem hiányozhat nálatok a húsvéti asztalról? Sonka sárga túró. Igen. Jó, hát meg a fonott kolács, amit mi pászkának hívunk. Uh-huh. Tökéletes. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Köszönöm. Egy bővebb interjút láthattok a Borson. Én tényleg gratulálok a győzelmethez, nagyon és nagyon-nagyon sok sikert kívánok a jövőhöz. Köszönöm szépen. Én pedig köszönöm a fantasztikus reggelit. Kövessetek minket a közösségi felületeinken, Facebookon, YouTube-on és Instagramon egyaránt. Sziasztok! Sziasztok! Hello!